párkapcsolata, lehet, hogy ember problémája van. Vagy nem találod meg az igazit, vagy megtalálod, de megcsalt, vagy nem kalapoltok kiderül, vagy nem jó a szex. Egy csomó minden olyan dolog történik egy párkapcsolatban, amit azt mondjátok, hogy mi a gond? Mi a gond a férfiak? Mi a gond a nőkkel? Rengeteg ilyen Facebook poszt van. Mi a tökéletes férfi ismérve? Milyen a jó nő, stb. Egyébként, ha egy tanácsot megfogadtok, ezeket elsolvassátok. Mert ki csinálja ezeket? Hát nem én, és nem a Kriszti, aki boldog házasságban élnek. Ki csinálja, akit megmentottak. És hogy írja meg ezt a posztot? Hogy érezte is úgy, hogy az a másik nem egy olyan, amilyet leírja. És mi a másik? Az elvárások. Hogy legyen ilyen, legyen ilyen, legyen ilyen, legyen ilyen. De az nincs benne, hogy nekem mit kell megtenni ahhoz, hogy én majd egy boldog párkapcsolatban legyek vele. A párkapcsolat legelső dolga, amit én javaslok, egyébként a könyvemben is ez le van írva, hogy pontosan tudd, hogy kit akarsz. Legjobb kérdés, ha szembe jönne veled az utcán, életed szereme felismerni? Tehát tudod, hogy pont őt akarod? És most a fontosabb kérdés, ha őt meglátod, ő veled meg lenne elégedve? Tehát te vagy a párja annak, aki kitűztél magadnak? Olyan emberré váltál már? Ha nem, akkor ideje lenne olyanná válni. És amikor te majd olyan ember leszel, aki méltó arra, hogy mondhatni álmai párjával éljen együtt, jönni fog. Mi vagyunk rá az élő példa. Kriszti előtt nagyon sok viharos kapcsolatom volt. Rengeteget hibáztam én is, hiszen meg kellett tanulnom, milyen egy normális párkapcsolatban élni, mert kitakarok magam mellett. Ugye fiatalként a legtöbb ember azt tudja, hogy mit akar. Én szó szerint azt mondtam, hogy itt vagyok 18 éves, nem vagy normális párkapcsolatom, menjen már valakin. Legyen már valakim, hát csak én vagyok egyedül. Majd jött az első kapcsolat, inkább hagyjuk is. Majd jött a második, harmadik, negyedik, jött a bulizós korszak. Mit tanultam meg? Hogy nem vagyok az utamon. Mit kell venni a nőnek ahhoz, hogy hazamenjen? Hát ez az. Tapasztalatszerzés. Meg kell tanulni, hogy neked mi kell, és meg kell tanulni azt is, hogy a nőknek mi kell, vagy a férfiaknak a más oldalról. Mert az lehet, hogy te saját magadat úgy mondod, hogy én már most jó vagyok, és akkor jöhet az, akit majd kitűzök magamnak. De ő is úgy gondolja ezt?